Az elhullott állatokat nézik a gazdálkodók Mikófalva és Egercsehi között. Szabados József farkasokat is látott éjszaka, arra lett figyelmes, hogy nyugtalanok a juhok, kitörnek az éjszakázó helyükről. A birkák beszaladtak, itt voltak egy darabig, és akkor hajnal, hát olyan mennyi lehetett, olyan 3-4-5, mikor kijöttem, akkor láttam meg a tetemet ott, ennek a kecskének a tetemét, és két farkast láttam ott, hogy a fánál mennek befele. A helyszíni bejáráson a gazdálkodók és a Nemzeti Park szakemberei 7-8 tetemet találtak, 20 juhot még keresnek, vélhetően farkasok voltak a tettesek. Ki vannak téve olyan kamerák, vadfigyelő kamerák, amelyik látta a 4 darab farkast? A vadászok által kirakott kameracsapdák állítólag 4 farkast rögzítettek. Ezeket a farkasokat hozták most összefüggésbe a károkkal. Pár nappal ezelőtt egyik vadászó kollégám értesített, hogy nem messze innen vadokat figyelő kamera farkas családot észlelt. A többieket értesítettem, kicsit elbagatelizáltuk a dolgot, de most megijedtünk. Zajlik a kárfelmérés. Jelenleg 130 jószág van kint, egyelőre 100-at találtunk meg, 10-12-t találtunk meg elpusztulva, a többit még nem tudjuk. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága zoológiai referense a helyszíni vizsgálatok után nagyon valószínűnek tartja, hogy farkasok végeztek az állatokkal. Nagy valószínűséggel állíthatóan ez nagyjából 95%-os valószínűség, hogy valóban a farkasoknak köze lehet az eseményekhez. 100%-os biztonsággal akkor állíthatjuk majd ezt tehát akkor kezelhetjük tényként a farkasok kártételét, amikor nyilván azok a vizsgálatok elvégzésre kerülnek, ami a tetemeken esetlegesen maradt genetikai nyomok, nyál, stb. Esetleg szőrnek az elemzése során nyilvánosságra hozható. 12-18-ra becsülik a Bükki Nemzeti Park területén élő farkasok számát. A szakemberek azt tanácsolják, az állatok éjszakázó helye legyen biztonságosan zárható. Célszerű lenne magas kerítést húzni, villanypásztort használni. A Nemzeti Park igazgatósága ez utóbbiban segíteni is tud a gazdálkodóknak.